Az MSZP véleménye szerint súlyos növekedési hiány alakult ki Magyarországon az Orbán kormány elhibázott gazdaságpolitikája következtében, amely abban nyilvánul meg, hogy a társadalom 80%-át lenyomja, és mindössze 20%-nak kedvez az egykulcsos jövedelemadó révén. Tehát a magyar gazdaság alapvető problémája a növekedési hiány a véleményünk szerint, és ez Orbán Viktor politikájában rejlik ennek a gyökere. A mai nap híre, hogy 82%-ot meghaladja az államadósság, mi úgy gondoljuk, hogy kezelhető, tehát ez önmagában nem tragédia. Ami tragédia, az a hazugság, ami ezt az adatot és a korábbi adatokat övezi. Ugyanis a 3000 milliárdos magánnyugdíjpénztári vagyonnak a beáramoltatása az államadósság csökkentésébe biztosította azt, hogy körülbelül a uniós átlag, tehát 80% körül maradt a magyar államadósság, enélkül 90%-ot meghaladná. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a súlyos hiány az a növekedésben tapasztalható, és ezen az sem korrigál sokat, hogy a 2011 nyara óta, harmadik negyedéve óta tartó visszaesés, gazdasági teljesítmény csökkenése egy pici korrekciót vett most a 13 első negyedévében. Ez a növekedés igazából még nem nevezhető gazdasági értelemben növekedésnek, mert az éves adatokat hasonlít össze. Tehát éves összehasonlításban 2012 első negyedévéhez viszonyítva 13 első negyedéve közel 1% visszaesést mutat. Tehát az a pár tized százalék emelkedés az a nagyon alacsony szintről történő elmozdulás, ami mögött az van, hogy előbb-utóbb minden visszaesés stagnálásba megy át. Az MSZP véleménye az, hogy hosszú időre van szükség, mire Magyarország le tudja dolgozni ezt a 2 év alatt kialakult növekedési hiányt, ami a gazdaság teljesítményében most tapasztalható. Az Orbán kormány tevékenysége sajnos nem szolgálta az életszínvonal emelését, bármilyen szép szózatokat tesz Orbán Viktor a Kossuth Rádióban hangfelvételről, mert mint tudjuk, nem péntek reggel mondja el, hanem csütörtök este, hogy még a szakembereknek legyen idejük kicsit megvágni, korrigálni, hogyha valami nem jól sikerülne. Tehát hiába beszélő egyes szám első személyben Brüsszellel szembe, az a politika, amit követ, az azt eredményezte, hogy csökkent Magyarországon 3 év alatt az életszínvonal. Ez annyira világos, mint az, hogy az Orbán kormány a trafikmutyi kapcsán csak a haveroknak, a politikai klientúrának az érdekeit nézi, és akár ennek érdekében egzisztenciák tízezreit, önálló iparágakat nem sajnál tönkretenni, a megélhetés kihúzni az emberek lába alól. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez a magatartásbeli filozófia, ami a trafikmutyi kapcsán megnyilvánul, súlyosan összefügg azzal a kialakult növekedési hiánnyal, ami 2 év alatt tapasztalható. Ilyen mentalitással nem lehet a gazdaság szereplőiben bizalmat ébreszteni, ez a magatartás csak a bizalmatlanságot eredményezi, ennek az eredménye, hogy Magyarországon nincs beruházás, és ennek az eredménye, hogy nagyon hosszú időre lesz szükség, hogy ezt a növekedési hiányt Magyarország ledolgozza. Hosszú időre van szükség ahhoz, hogy az ország számára érzékelhető 2,5–3%-os gazdasági növekedést elérjük. Mi úgy látjuk, hogy ebben a Orbáni politikában nincs benne ez a növekedési potenciál. Ez továbbra is a bizalmatlanságot erősíti, és nem tudja ösztönözni a befektetéseket. 3 év, 2/3 nagyon nagy lehetőség lett volna, tehát a 2/3-os kormányzással komoly bizalmat is el lehet érni. Ők egy csökkenő életszínvonalat értek el. 3 év, 2/3 kormányzás, 80% felett az államadósság. A 2/3-os Fidesz 3 év alatt elérte, hogy az államadósság elleni harcba, aminek keretében megnövelte az emberek adóját, most érzékelhetően mintegy 2%-kal több adót fizetünk nemzetgazdasági szinten, mint a kormányváltáskor. Nem sikerült elmozdítani a holdpontról az államadósság mértékét sem. A 3 év 2/3 eredményeihez néhány szociális dolgot is szeretnék elmondani. Szintén filozófiai alapon egyetlen fillérrel sem emelték a családi pótlékot, ami alanyi jogon nem csak a jövedelemmel arányosan illetné meg a családokat. Ez 2 gyermek esetén 3 év alatt mintegy 80 000 forint veszteséget jelent a családoknak. Tehát 80 000 forint veszteséget okozott 3 év alatt az Orbán kormány egy 2 gyermekes magyar családnak. A legyengített forint miatt a devizahitelesek többsége továbbra is nagy bajban van. 2010-ben még havi 40 000 forintos törlesztő részletért ma 60 000 forintot kell fizetni. Tehát ez az Orbáni árfolyam politikának az eredménye, mert azért aki ért a közgazdasághoz, az tudja, hogy a devizahitel probléma alapvetően a forint árfolyamának a kérdése. Ez a átlagos devizahiteles számára 3 év alatt 720 000 forint többlet törlesztést jelent, tehát egy átlagos devizahitelesnek 720 000 forinttal került többe az Orbán kormány tevékenysége. Ennyivel kevesebb pénze maradt. Az Orbán kormány megszorító csomagjai eddig közel 500 000 forint plusz terhet raktak minden átlagos magyar család vállára. Tehát amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy ő nem fogadja el a megszorításokat, amiket egyébként Brüsszel nem kér, Brüsszel egy kiegyensúlyozott költségvetést, egy bizalomra épülő gazdaságot és egy gazdasági növekedést igényel, tehát nem kér megszorításokat. Ezzel szemben Orbán Viktor megszorító csomagjai 3 év alatt családonként 500 000 forint plusz terhet eredményeztek. Az MSZP-nek az a véleménye, hogy az életszínvonal emelésének eszközeként tekintünk a növekedésre, tehát a gazdasági növekedés számunkra nem öncél, hanem az életszínvonal emelésének az eszköze. Ez a belső fogyasztás élénkülése révén önmagát gerjesztő folyamat, tehát a fogyasztáson keresztül hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. Az MSZP olyan gazdasági programot dolgozott ki, amely a családok megélhetésének fokozatos könnyítését célozza, és nem az adók növelését, nem az elvonások növelését. Orbán Viktor hazug és sikertelen politikájával szemben mi a bizalom és a növekedés politikáját hirdetjük meg.